Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Ciklusáró ülését tartott a Bátaszék város képviselőtestülete. Az ülésen beszámoltak az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények és gazdasági társaságok elmúlt fél év is teljesítményéről. Bozsolik Róbert polgármester értékelte az elmúlt ciklusban elért eredményeket, melyben elhangzott, Bátaszék 2 milliárd forint forrás nyert pályázatok útján fejlesztései finanszírozására. A város gazdasági társaságai és intézményei is elkészítették féléves beszámolójukat, melyből kiderült, stabil gazdasági háttér mellett tudnak az elvárások szerinti szakmai munkát végezni. Szó esett emellett a város gazdálkodásának helyzetéről is. A beszámolóból kiderült, a következő testület egy stabil gazdasági hátterű várost vehet át a jelenlegi vezetéstől. A képviselőtestület több napi rendi pontján keresztül féléves beszámolók elfogadásáról döntött. Ez a gazdasági társaságokhoz kapcsolódott, oktatási intézményhez kapcsolódott, de város működéséhez is. Ezeket a beszámolókat megtárgyaltuk és elfogadtuk. Ezekből azt tudtuk leszűrni tapasztalatként, hogy stabilan jól működik valamennyi intézményünk, rendszerünk. Pénzügyileg stabil helyzetet hagyunk itt, ha így lehet fogalmazni, hiszen a fél éves számokból kitűnik, hogy a rendkívüli események nem jönnek. A gazdasági társaságaink is zökkenőmentesen tudnak működni az év végéig. Önkormányzat is úgy tud működni, hogy nem kipakolt kasszát hagyunk itt, hanem biztonságosan, stabilan, a következő városvezetés erre építve tudja majd az év hátralévő részét lebonyolítani, illetve erre építve tud majd egy új költségvetést összeállítani. Bozsolik Róbert polgármester hosszan értékelte az elmúlt 5 esztendő munkáját. Azt emelte ki, hogy először az önkormányzatiság történetében vagyongyarapodás történt, és sikerült olyan forrásokat szerezni, melyek megalapozhatták Bátaszék gazdasági növekedésének alapjait. Nagyon sok mindennek gazdagodtunk. Gazdagodtunk a szó anyagi értelmében, hiszen vagyonunkat tudtuk növelni, mint egy 1,9 milliárd forint pályázati forrást tudtunk Bátaszékre hozni. Az életünk, városunk életének sok-sok területén tudtunk értéket létrehozni. Ez is fontos ahhoz, hogy egy közösség jól érezze magát. De úgy gondolom, abban gazdagodtunk igazán, hogy közösségként tudtunk ebben az 5 esztendőben gondolkodni. Ezeket az eredményeket együtt értük el. Nem a polgármester, nem a képviselőtestület, hanem ennek a városnak a közössége, aprója, nagyja, kicsitől az időség. Független attól, hogy hogyan gondolkodott, vagy gondolkodik a világról, független attól, hogy milyen nemzetiséghez tartozik, vagy éppensége milyen korcsoporthoz tartozik. Ez együtt gondolkodás volt ennek a városnak az ereje. Ebben rejlett az, hogy ilyen sikeres 5 esztendőt tudtunk véghez vinni. Én úgy gondolom, hogy mindenkinek, akinek ebben része volt, ebben az 5 esztendőben, ha nem is dőlhet hátra elégedetten, de mindenképpen elmondhatja magáról, hogy ami rajta múlott, és amit meg lehetett tenni ezért a településért, ezért a közösségért, azt maximálisan megtette. Aztán, hogy majd milyen osztályzatot kapunk, az október 13-án kiderül. Bátaszék vagyonának gazdagodásában jelentős tétel az a város által megvásárolt földterület, melyen az ipari park kialakítása zajlik. A gazdasági térség első jelentős beruházása az a hűtőház lesz, melynek alapkövét tették le. A tervek szerint jövő tavasszal már fogadhatja a létesítmény a környékben élő gazdák első szállítmányait. Bátaszék ipari parkjának első létesítménye az agrárlogisztikai központ lesz. Az épületben gyakorlatilag egy hűtőház működik majd, ahová a környékben élő termelők hozhatják majd el termékeiket. A cél a hazai ellátás mellett az export lehetőségek kiaknázása. Az agrárlogisztikai központ a megyei önkormányzat által kezelt területfejlesztési operatív programból 550 millió forintból valósul meg. A legfőbb cél a munkahelyteremtés, az elkészülő központban 20 fő számára biztosítanak majd munkalehetőséget. A becslések szerint a város környékén 150-200 hektáron történik mezőgazdasági termelés, és ez a következő években elérheti a 350 hektárt, ami olyan mennyiségű termék előállítását eredményezheti, mely szükségszerűvé teszi a hűtőház megépítését. Ezt a 3 évet ezt úgy éltük meg, hogy ennek a projektnek a műszaki tartamát folyamatosan gyúrtuk a mindenkori lehetőségek figyelembevételével, és így alakult ki az a végeredmény, ami most meg tud valósulni. Tényleg egy történelmi pillanat, hiszen az elmúlt 29 év során
mindenkori önkormányzat zászlójára tűzte, hogy hát fontos a település életének és fejlődésének fenntartása érdekében munkahelyteremtő beruházásokat létrehozni, vagy munkahelyteremtést ösztönözni, és erre igazán eddig nem volt lehetőség. Most teremtődött meg, hiszen az Európai Unió támogatásával, a megyei önkormányzat közreműködésével a városunk 550 millió forintos támogatást nyert egy agrárlogisztikai központ létrehozására. Ezt kettős céllal gondoltuk megvalósítani. Egyrészt mintegy 15-20 bátaszéki számára munkahelyet tud majd teremteni a működése során. Másrészt úgy ítéljük meg, hogy a környékbeli mezőgazdasági vállalkozók számára egy olyan szolgáltatási lehetőséget tud nyújtani, amivel piacképesebbek tudnak lenni a működésük során, hiszen a szolgáltatás igénybevételével adott esetben a piacra jutási feltételeiket tudják jelentősen javítani. Úgy ítélem meg, hogy ez a beruházás valóban egy fontos állomás Bátaszék életében, egy kezdeti lépés, hiszen ez a beruházáshoz kapcsolódik egy 6 hektáros ipari park kiépítését és működését szolgáltató alapinfrastruktúra építése is, melynek utolsó fázisaiban vagyunk, és hát ugye néhány héttel ezelőtt vettünk részt innen pár kilométerre vagy pár száz méterre egy szintén mezőgazdasági termékeket forgalmazó telephely rendezvényén. Tehát megindult az élet Bátaszéken az ipari parkban. Bízom benne, hogy ezek azok a kezdetleges és kezdő lépések, amelyek egy fejlődési folyamat elejét jelentik, és Bátaszék tekintetében, mivel mi egy mezőgazdasági jellegű település vagyunk, hiszen nagyon sok szőlő, illetve gyümölcskultúra található településünkön, mezőgazdasági vállalkozások meg tudnak erősödni, bízom benne, hogy munkahelyek tudnak létrejönni ennek következtében, az ipari park is be tud népesülni az elkövetkező időszakban, ami stabilizálja majd a városunk működését. Fontos az, hogy az iparterület minél hamarabb benépesüljön, és erre már vannak is szerződések, hiszen a mi az általunk megépítendő agrárlogisztikai központ szomszédságában szerződést kötöttünk egy terület használatára, mely területen nagy valószínűséggel egy gyümölcsfeldolgozó fog megvalósulni az elkövetkezendő hónapokban, reményeink szerint minél gyorsabban. És hát a város már értékesített is területet az ipari parkon belül, ahol telephely fog létrejönni, és bízom benne, hogy ezek a vállalkozások mind-mind meghozzák a kedvet, hogy mellette egyre több olyan vállalkozás tudja megkezdeni majd a működését, amely munkahelyeket tud teremteni Bátaszéken. Az agrárlogisztikai központ építkezésének kivitelezője azt mondta, a lehető leggyorsabban tető alá hozzák majd a csarnokot. Ez a logisztikai csarnok terület az a rendelkezésre a területnek a felét használja ki, tehát tulajdonképpen itt akár egy későbbi második ütemű bővítés, így hogy ezek a sikerek itt ezt igazolják, és lesz a befektető és forrás, akkor szintén ez tovább épülhet. Hát ez egy fejleszthető módon is lett megtervezve. Gyakorlatilag, ahogy itt már elhangzott az alapkőletétel során is, két dokkoló biztosítja azt, hogy a kamionokkal is szintbe lehessen kiszolgálni az épületnek az áruforgalmát, akadálymentes körülményeket, követelményeket kielégíti az épület, hát illetve azokat a speciális energetikai és tűzvédelmi előírásokat is, amelyeket ez a mű megkívánt. A kivitelezővel történt megállapodás alapján a jövő év március végével fogadhatja az első szállítmányokat a bátaszéki hűtőház. Határidőre elkészült az az út, mely közel 30 gazdának jelenti a biztonságos kijutást a birtokára. Mint emlékezetes, a tavalyi esőzés kimosta a patkát, és félő volt, hogy alázik és megsérül az útfelület. A város sikeresen pályázott a felújítás költségeire, és határidőre elkészítették a Molyhos-tölgyi utat. Akik rendszeresen járnak a Molyhos-tölgy felé vezető úton, vagy éppen ott van földterületük, aggódva nézhették az út állapotát. A tavalyi esőzés következményeként a patkát gyakorlatilag elmosta az eső, és félő volt, hogy az útfelület is maradandó károsodást szerez. A probléma igen jelentős volt, de nagyjából ezt mutatta a kép, tehát amire számítottunk, az lett a valós probléma is. Durván 420 méter hosszban a teljes pályaszél károsodott, teljes szerkezetében, ezért vált szükséges a teljes hosszban a teljes pályaszerkezet elbontása. Végig új vízelvezető szegély építése készült, illetve fog készülni.
a kivitelezést próbáljuk meg úgy ütemezni, hogy a mezőgazdasági forgalmat a lehető legkevésbé akadályozzuk, és terveink szerint szeptember közepére be is fejezzük ezt. Nos, a tervek valóra váltak, és a kivitelező átadta a telepet az előre meghatározott időre. Majdnem sikerült is tartani, mert a szörülti munkákat az időjárás azért sokkal előrébre hozta, de az út elkészült valóban, hiszen durván 3-4 hete voltunk itt, amikor megkezdődtek a munkálatok. A kivitelező első osztályi minőségben határidőre elkészítette azt a mintegy 320 méternyi útszakaszt, ami 1,1 méter szélességben visszaállítja a viszmajor helyzetből adódó műszaki állapotot. Sőt, egy kicsit meg is erősítettük, hiszen olyan műszaki megoldást találtak ki a kollégák, ami egy irányítottabb vízlevezetést is tud majd biztosítani. Hát bízunk benne, hogy maga a szegélyt a mezőgazdasági vállalkozások tekintetben fogják tartani, és hát lehetőség szerint hosszú életű lesz majd ennek a műszaki állapota. Köszönjük a kivitelezőnek, műszaki ellenőrnek, hogy tényleg határidőben ez el tudott készülni, és mint egy másfél hét múlva már a teljes szélességben a forgalomnak is át lesz adva. Most még egy kicsit a beton műszaki paraméterének megerősítése érdekében csak kitérőként lehet használni, de két hét múlva már teljes szélességben használható. Az, hogy az út teljes hosszában új betonozást kapjon, egyelőre csak terv szinten marad, hiszen erre ma nincsen forrása az önkormányzatnak, mondta Bozsolik Robert. Amennyiben megfelelő pályázati forrás áll majd rendelkezésre, a gazdák érdekeinek figyelembevételével elkészülhet a teljes betonozás. A mostani építkezés részeként a vízelvezetőket is kitisztította az önkormányzat, így várhatóan az idei esőzés nem károsítja majd az utat sem, a környező földterületeket sem, ami 30 gazda számára jelent az eddiginél nagyobb biztonságot. Évek óta civil és intézményi összefogás eredményeként tavasszal és ősszel családi napot szerveznek a Bisikheim Parkban. Az idei esztendőben felújított játszótér sokaknak jelenti a társadalmi életszínterét is. A szokásoknak megfelelően a Városi Könyvtár az őszi rendezvény gazdája. Ez egy abszolút eszközigénytelen játék. Elég hozzá egy szem knupli vagy egy kavics. Mégis a gyerekek nagyon élvezik. A Nagycsaládosok Egyesülete minden esztendőben a Városi Könyvtárral karöltve a Bisikheim játszótérre csalogatja a családokat egy vidám délutánra. A város ebben az évben sokat költött erre a térre, annak érdekében, hogy egyfajta közösségi térré válhasson. Egyre jobban látjuk azt, hogy ez a Bisikheim játszópark betölti azt a szerepet, hogy különböző gyermekkorosztályok igénybe veszik. Még a folyamatnak azért nem vagyunk a végén, hiszen ezek a felújítási, korszerűsítési folyamatok még az elkövetkezendő esztendőkben folytatódni kell, de már látszik a kép. Egy kicsit a védelmére is majd oda kell figyeljük, mert nem mindig az a korosztály használja ezeket az eszközöket, mint akinek szántuk. Tehát ebben egy kicsit lépnünk kell, ugye a parknak van már házi rendje, és hát egyéb eszközökkel is próbáljuk majd funkciának megfelelő védelmet biztosítani itt a Bisikheim játszótéren. Lesznek olyan korosztályok, illetve vannak olyan korosztályok, akiknek valóban ez lesz a társadalmi szintér, hiszen a fiatal gyermekes családok gyakran használják, nem csak rendezvények alkalmával, hétköznapi életben is összejönnek, és hát eltöltik itt az időt. Csak a szánkkal leszünk, azaz, ügyesen. A Városi Könyvtár a főszervezője az őszi programoknak. Sági Lajosné az intézmény vezetője azt mondja, szoros együttműködés van a civilek, és elsősorban a Nagycsaládosok Egyesülete és a könyvtár között. Annak idején már 11 alkalommal ezelőtt mi elkezdtük ezt a Bisikheim játszótér nevű játékos, zenés, kikapcsolódós délutánt, ami arról szól tulajdonképpen, hogy egy picit még itt az iskola év elején kijöjjünk, mindenki mozduljon meg egy picit. Most már ugye visszatérnek a városlakók, nyaralásból itthon vannak, jöjjenek el, mozduljanak meg, de igazándiból a legfontosabb dolog, hogy mindig úgy építjük fel a játékainkat, meg az egész délutánt, hogy olyan eszközöket, játékokat használunk, amit nem kell boltba megvenni. Tehát gyűjtjük az alapanyagokat, készítünk apró dolgokat, kitalálunk, van, amikor van egy csomó alapanyagunk, fogalmunk nincs, mit kellene vele kezdeni, aztán egyszer mondjuk 5 év után, na már tudjuk, hogy az mire használható. Tehát az a fontos, hogy én hiszek benne, és tudom, hogy a gyerekek kedvelik és szeretik az egyszerű dolgokat. Tehát nem kell őket elhalmozni a
modernebb kütyükkel, meg akármikkel nem kell a gyerekeknek, ha van feléjük figyelem meg törődés, és ezek az egyszerű dolgok a háttérben ott vannak, ők ezért nagyon hálásak, eljátszanak. Szívesen esznek szőlőt úgy, hogy versenyeznek. Igaz, hogy közben mindenki szőlős lesz, de ez nem szempont. Tulajdonképpen három nagy rendezvényünk van nekünk, és akkor most a nekünk alatt és a sorrend nem számít. Tehát nagycsaládos egyesület, könyvtár, nagycsaládos egyesület, mindegy, hogy mondom, egyszer nem tudom a kettőt mondani. De mi ebben maximálisan ott vagyunk egymás mellett. Amikor az egyikünk vezényli le az egészet, akkor a másik áll a háttérben, és aztán fordítva. De ez egy nagyon jó dolog, ezt már 10 éve ebbe a kooperációba csináljuk, és működik. Tehát mindenki tudja, mi a feladata. Nincs az, hogy most várjuk a másikra, na majd ő megcsinálja. És ne, de egyébként meg nem ez a lényeg benne, az a lényeg benne, hogy örömmel jövünk ki. Tehát mi magunk is játszunk, de én szoktam mondani, én önző vagyok, mert én nagyon szeretek játszani. Tehát én örömmel beállok a gyerekekhez, és akkor játszok. Bátaszék civil szervezetei minden kezdeményezésében segítségére vannak az önkormányzatnak. Bozsalik Robert azt mondja, ma már nélkülük nehéz lenne fenntartani akár a bornapokat, akár a városnapját. Azt láttuk mindjárt a ciklus elején, hogy az önkormányzat akkor tud hatékonyan működni, hogyha minél több helyen be tudja vonni a civileket a város életének fejlesztésébe. És erre vonatkozóan mindjárt a kezdet-kezdetén megteremtettük egyrészt az anyagi lehetőségeket a civil támogatási rendszer kialakításával, másrészt sokkal szorosabbra fűztük a napi kapcsolatainkat, így őket be tudtuk vonni különböző rendezvények szervezésében, aktív részvételében, legyen az felvidéki, legyen az német, legyen az székely. Nagyon kell ahhoz, hogy aktív civil élet legyen, mert nélkülük nem lehet egy város társadalmi életét szervezni. Bátaszék civil élete azt lehet mondani, hogy igen, igen sokrétű, hiszen a sporttól, a hagyományőrzésen keresztül, a nagycsaládosokon át különböző célok érdekében szerveződnek össze. Hét kiemelt szervezet van, akit a város támogat, és mellette 15-18 olyan igen aktív civil szervezet, aki szintén városi támogatásba tud részesülni. A támogatást mindig próbáltuk ahhoz igazítani, hogy valójában tényleg milyen társadalmi életet élnek a város érdekében. Hát azt lehet mondani, hogy a 20-25 körül lehet azon szervezetek száma, akik évről évre különböző programok, események kapcsán a segítségünkre vannak. Ha körülnézünk, látunk családokat, ez nagyon fontos. Úgy is vannak megszólítva, hogy családok. Tehát családok jöjjenek el hozzá. Itt van nagyszülő, unoka, mindenki van, és ez a fontos, hogy együtt kijön és megmozdul. Ez másról nem szól, csak ennek az öröméről. Vissza-vissza Ami az abszolút győztest illeti, nem történt változás, így meglepetés sem született a népszerű Bonyhád Bátaszék között zajló félmaratoni futóversenyen. Ezúttal is lehetőség volt párban, illetve három fős csapatban teljesíteni a távot, több mint 200-an rajtoltak el Bonyhádról. Katartikus élményt jelent legalább a 200 tagú mezőny felének minden évben a bátaszéki célba érkezés a Bonyhád Bátaszék 24 kilométeres futóversenyen. Sokaknak kihívás ez a verseny valóban, mert hogy ez még 3 kilométerrel hosszabb is, mint egy hivatalos félmaratoni. A nehézségi foka is jóval meghaladja a gyakori szintkülönbségek miatt az átlagosat. És minden évben több tucat olyan versenyző van, aki ennél könnyebb terepen lefutott már cirka 20 kilométert, miután neki merészkedik ennek a Bonyhád-Bátaszék közötti versenynek. Ők azok, akik több mint 2,5 óra, olykor 3 óra alatt érnek a hosszú távfutó magányosságának minden kínját átérezve Bonyhádról és Bátaszékre. És ők aztán át tudják érezni az ókori görögök elhíresült mondását, miszerint el kell fáradnunk ahhoz, hogy megérezzük a pihenés ízletes örömét. Ezek közé tartozott, amint egy 2 tucatnyi bátaszéki résztvevő között maga a polgármester Bozsolik Róbert is, aki labdarúgó pályafutása régi lezárása után is rendszeresen mozog egészségmegőrző céllal, sőt évekkel ezelőtt amolyan kíváncsiságból egyszer teljesítette ezt a versenyt, de megye még újra
különösebb nagy rákészülés nélkül is, így 50 fölött vetődött fel benne a kérdés. Mint a befutó képei tanúsítják, ő, mármint Bozsolik Robert, a sűrű nagy mezőnyben meg, illetve beérkezett. Mindenkinek kellenek bizonyos célok, kellenek maga elé tűzön olyan dolgot, amikor egy kicsit saját magát kell legyőzni. Hát egy ilyen maratonnál egy kicsit több, hiszen 23,8 kilométert futottunk. Ez már az, amit úgy gondoltam, hogy egy általános állóképességhez képest egy kicsit több. De hát ennek a versenynek talán a népszerűsítéséhez az is hozzátartozik, hogyha beszállunk, és nem csak beszélünk a sportról, hanem saját magunk aktívan is részt veszünk ennek a dolognak. Nagyon fájt. Az elején még jól éreztem magam, ugye próbáltam én is készülni magára erre a megmérettetésre, úgy 15-18 kilométerig úgy jól éreztem magam, de onnan minden lépés már nagyon fájt. Oka vagy a tér? Az izmok, tehát gyakorlatilag elfáradtak az izmok. Azért 50 fölött már nem annyira könnyen regenerálódik a szervezet menet közben sem, de majd egy néhány nap múlva már egy szép emlék lesz, és újra nekiállok és kocogok. Előtte mikor futottál egybefüggően mondjuk síkterepen 20 kilométert vagy 21-et? Nem futottam. A felkészülési időszak alatt 18 kilométer volt a leghosszabb táv, amit itt Bátaszék környékén futottam. Figyelembe véve azt, hogy tudtam, hogy ebben a távban azért vannak dombok. Tehát én a dombos terepen futottam ezt a 18 kilométert, de már az is nagyon fájt. Éppen ezért nem csak kellő edzettséget, hanem felkészülést is igényel a kezdőknek vagy középhaladóknak számító amatőr futóknál ez az országúti félmaratoni. Ha ez még nincs meg, ez a tény generálja bizony a párok, triók létrejöttét. Testvérpárok, rokonok, együttes beérkezése is színesítették a versenyt. A rájuk eső távot már lefutottak, kocsiba pattanva bevárták az utolsó etapot teljesítő csapattársat, és jelképesen együtt, sokszor kéz a kézben érkeztek. Az amatőr hosszú távfutás szűkebb, tágabb elitje is rendszeresen jelen van. Az ötödször győztes Orsol Zoltán és társait már egészen más cél vezérli. Őt például legfőképpen az, hogy mennyit tud majd lefaragni a közelgő nagy budapesti maratonon a jelenlegi legjobbjából a 2:50. Így ez a verseny jó kis edzés volt a most 1:26 alatt célba érkező atlétának. Most 2:50 van, most 2:40 szeretnék teljesíteni. Mindenki csinál egy maratont? Lefutja a 42-t? Igen. Hát ők külön-külön csak összehagyják, hát csapatmunka lesz majd. A Bonyhád Bátaszék futóverseny jóval több, mint célállomás Bátaszék számára. Az általuk megrendezett fontos éves sportversenyek egyike lett. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, nagyon szép, hosszú évekre visszavezető hagyománya van, a futók szeretik. Bízunk benne, hogy még nagyon sokáig lesz Bonyhád Bátaszék futóverseny. Egyébként a főszervezők is hosszú távra rendezkedtek be. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!